Sziasztok! A mai az egy beszélgetős mink videó lesz. Az igazság, hogy nem vagyok túl jó paszban mostanában, és nem volt kedvem semmilyen extra videót csinálni. Egyszerűen csak le akartam ülni és beszélgetni egy kicsit veletek, elmondani, hogy mi zajlik mostanában az életemben, az életünkben, de hogy azért mégse legyen annyira uncsi, arra gondoltam, hogy közben csinálok egy sminket is, van itt jó néhány újdonság, van, amit én vettem, van, amit tesztelésre kaptam, úgyhogy el fogok készíteni egy sminket, és közben beszélgetek veletek egy kicsit, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Ezzel a Catrice mattító arcpermettel kezdem a sminkelést. Ez egy elég jó kis mattító sminkalap per fixáló. Van itt egy ilyen kis mini Guerlain Meteorit bőrtökéletesítő primer, úgyhogy most ezt fogom felvinni sminkalapként. Na de akkor térjünk el, hogy miért is nincs túl jó hangulatom mostanában. Említettem már nektek több helyen is, hogy szeretnénk elköltözni. Nagyjából fél éve eléggé intenzíven keresgélünk, de egyelőre nem nagyon találtunk olyan lakást vagy házat, ami megfelelne nekünk. Van itt egy új alapozó, ez egy Yves Rocher alapozó, Pure Light, ilyen kis pipettás alapozó, hát szerintem ez sötét lesz nekem, de mindegy, most ezt fogom használni, mert ezt hoztam ide. Amikor elkezdtünk lakást keresgélni, Isten, de sötét, na mindegy, akkor úgy indultunk, hogy nem akarunk elköltözni Budapestről, és elkezdtünk nézelődni így a 17. és a 18. kerületben. Aztán egyszer elmentünk arra autóval, hogy mégis megnézzük, hogy milyen ott a környék, és rájöttünk, hogy oké, hogy a 17. meg a 18. kerület még Budapest, de hogy ezért így elég messze van, és elég sokat kellene utazni, mondjuk akár tömegközlekedéssel, vagy akár autóval is. Meg aztán arra is rájöttünk, hogy ez a mi családunknak tömegközlekedéssel eléggé nehezen megközelíthető, mert hogy nagyon nem abban az irányban laknak. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy jó, akkor hajlandóak vagyunk kiköltözni Budapestről, és elkezdtünk így Érd térségében keresni, mert hogy az a mi családunknak is relatíve jól és könnyen megközelíthető, illetve ott azért elég jó a vonatközlekedés, meg ugye buszok is mennek Budapestre, szóval viszonylag gyorsan meg lehet közelíteni onnan Budapestet is. Érdemes egyébként néztünk is néhány házat, de sajnos mindegyikkel volt valami olyan dolog, ami nem felelt meg nekünk, és ezek olyan dolgok voltak, amin mondjuk nem tudunk változtatni. Most gondolok arra, hogy mondjuk egy nagyon forgalmas út mellett volt, meg hasonlók. És talán emlékeztek rá, hogy az egyik videómban mondtam nektek, hogy nem szeretnénk panellakást venni. Ez az Avon Ideal Flawless korrektor. De most ott tartunk, hogy panellakásokat is nézegetünk Budapesten, mert hogy mégsem biztos, hogy ki akarunk költözni Budapestről. És ennek az az egyik oka, hogy a férjem szokott DJ-ként is dolgozni, és ugye ez egy éjszakai munka. És hát éjszaka hazamenni, akár így Budapesten belül sem mindig egyszerű, de hogyha mondjuk Érdre kéne hazautaznia, így több óra zenélés után fáradtan, akkor azért az nem egyszerű. Teszek fel egy kis mattító púdert, ez a Rimmel Stay Matte. Többek között emiatt is úgy döntöttünk, hogy akkor nézegetünk azért Budapesten is, viszont azon a részen, ami nekünk leginkább megfelel, akár a mi szempontunkból, akár a családunk szempontjából, ott csak panelt tudnánk venni. Úgyhogy elkezdtünk panellakásokat is nézegetni, és most jelenleg ott tartunk, hogy pénteken megyünk megnézni egy panellakást. Szóval soha nem mond, hogy soha. Úgy indultunk, hogy nem akarunk panelt venni, de aztán lehet, hogy mégis panellakás lesz belőle. Egyébként tehát nekem úgy alapvetően nincs bajom a panellel, mert panel és panel között is van különbség, és tényleg lehet találni nagyon szépen felújított és megcsinált panellakásokat. De hát mondjuk az alap, hogy klíma nélkül tuti, hogy nem fogok beköltözni egy panellakásba, mert
ez, ahol mi most lakunk, ez elvileg nem panellakás, bár nem tudom, én nekem gyanús, mert olyan szinten hallani, hogy a szomszédok mit csinálnak, meg nyáron olyan szinten meleg van itt az ötödiken, hogy hát nem tudom. Szerintem igazából ez egy panellakás, de mindegy. Jött egy kis pirosító, ezt a The Body Shop Shimmer Waves pirosítót fogom használni. Ezt tegnap kaptam tesztelésre, és ez a 02-es árnyalat, és nagyon-nagyon tetszik nekem. Szóval még a végén lehet, hogy panellakásba fogunk költözni, de én már tényleg nem tudom, hogy mi lesz. Baromira elkeserítő a helyzet, mert állandóan ingatlan hirdetéseket bújunk, de egyszerűen alig találunk olyat, amit egyáltalán meg tudunk nézni. Jöjjön ez a gyönyörűséges L'Oréal La Vie en Glow Highlighter, ezt pár napja vettem a DM-ben. Ezt fogom használni, ez a 02-es Oh My Gold árnyalat. Mondjuk ez a pirosító önmagában is elég fényes, szóval nem feltétlenül indokolt a highlighter. Ez elmaragyogás, kérem szépen. Szerintem sok pirosítót tettem fel, nem? A szemöldökön már most semmi extra nem fogok csinálni, csak ezzel az Essence Make Me Brow színezett szemöldök zselével átfésülöm. Szóval így állunk lakásvásárlás terén. Léci, drukkoljatok, mert tényleg nagyon el vagyok most már keseredve, és ez az egész keresgélés annyira rányomja a bélyegét a hangulatomra, egyfolytában ezen idegeskedek, meg ezen feszülök, hogy mikor találunk már valamit. Úgyhogy igazából emiatt nem vagyok túl jó pazban az elmúlt napokban. Igen. Jöhet a szemsmink. Először ezt az Yves Rocher Ombre Life Proof szemfesték stiktet fogom használni. Már hogyha ki tudom nyitni. Annyira vicces, hogy mindig azért sírok, hogy a drogériákban miért nincsenek így egyesével becelofánozva a sminktermékek, és amikor meg végre megtörténik, akkor meg teljesen ki vagyok, hogy nem tudom kibontani. Ennek ilyen nagyon szép aranyfénye van, és hát nem is fényes, hanem csillámos. Hát nem biztos, hogy ez így szerda délutánra a legfontosabb, hogy csillámló szemsminkem legyen, de mindegy. Másik dolog, amiről mesélni szerettem volna nektek, az az új tetoválásom. Vagy hát a régi is, mert valaki még arról se tud, hogy nekem már van egyébként egy tetoválásom. Aki látta az előző vlogomat, az láthatta, hogy születésnapomra egy utólagosan csináltattam egy tetoválást, és ez a második tetoválásom, mert hogy van már egy a bal sarkamnál, erről vágok majd be ide egy képet. Ezt nagyjából 5 évvel ezelőtt csináltattam. Nem sokkal azután készült ez a tetoválás, miután megtudtuk, hogy lombikozni fogunk, és hát ez egy eléggé nehéz időszak volt számomra, erről meséltem nektek a lombikos videóban. Elég sokáig gondolkodtam igazából azon a tetováláson, szóval egy abszolút nem hirtelen felindulásból csináltattam, és egy végtelenség szimbólumot tetováltattam magamra, amiben bele van írva angolul, hogy hit, remény, szeretet, mert úgy gondoltam, hogy ez a három dolog fog engem, illetve minket átsegíteni ezen a nehéz időszakon, és így is lett, hiszen ugye van már két gyönyörűséges gyerkőcünk, és igazából már azután szerettem volna egy tetoválást csináltatni, hogy Lili megszületett, de aztán valahogy elmaradt a dolog, és hát nem bánom, hogy vártam vele, hiszen ugye lett egy kisfiunk, kis Vince, és hát az ő születése után pedig biztos voltam benne, hogy akkor szeretnék egy olyan tetoválást csináltatni, ami valamilyen formában a két gyerkőcünket örökíti meg, úgymond. Hát a tetoválás, amit csináltattam, ez itt van a bal csuklómon, de erről is szerintem vágok majd be egy szebb képet. Ez a két gyerekünknek a keresztnevének a kezdőbetűje, tehát ez itt egy L betű,
mint Lili, és a másik az pedig egy V betű, mint Vince, és a kettőt egy szívecske köti össze. Ja, azt nem mondtam, hogy a szemsminkemhez az Avon Mark Epic Intense mini palettát használom, ebben ilyen szép kis natúr színek vannak. Tök vicces, mert amikor kitettem a tetoválásomról a képet Instagramra, akkor többen is írták, hogy azt hitték, hogy ez egy láv felirat, és igazából nekem ez így meg sem fordult a fejemben, amíg ezt nem írták többen, hogy tulajdonképpen valóban kiolvasható ebből a tetoválásból a láb felirat, hogyha azt veszük, bár nem annak készül. Én igazából egy ilyen nagyon kis, egyszerű tetoválást akartam, szóval én nem akartam semmilyen nagyon nagy, vagy sok információt tartalmazó tetoválást, nem akartam születési dátumot, meg ilyesmit. Én azt gondolom, hogy ez így tökéletesen illik hozzám, meg abszolút az én stílusom. Úgyhogy nekem nagyon tetszik, és hát azt hiszem ez a lényeg, hiszen én fogom viselni egy életen keresztül. Egyébként a Queen of Hearts tetováló szalonban Kiskata készítette nekem a tetoválást, hogyha valaki érdekel, és abszolút meg voltam elégedve vele. Egy picit nehezen hoztuk össze, mert hogy sokára sikerült időpontot egyeztetnünk, mert körülbelül 3 vagy 4 időpontot írt, mire végre sikerült egy olyat találni, ami jó volt nekem, de az a lényeg, hogy sikerült összehozni. És a harmadik dolog, amiről szerettem volna beszélni, az pedig az, hogy elértük a 25 000 feliratkozót itt a YouTube csatornámon, ami számomra egy nagyon nagy mérföldkő. Bár igazából nekem minden ilyen kerekszám nagy mérföldkő, és tényleg elképesztően boldog vagyok, szóval ezt nem is tudom igazából így átadni nektek, hogy engem mekkora boldogsággal tölt el minden egyes új feliratkozó, mert ez hihetetlenül jó érzés számomra, hogy valaki kíváncsi arra, amit én csinálok, hogy valaki megnézi a videóimat, hogy kommenteltek, hogy lájkoltok, meg egyáltalán, hogy itt vagytok, és érdekel titeket az, amit csinálok, és köszönöm nektek, de tényleg, mert nagyon fontosak vagytok számomra, és nagyon fontosak a visszajelzéseitek, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy már 25 ezeren követtek, és remélem egyszer majd elérjük azért a 100 ezeret, bár az valószínűleg még nagyon messze van, de meg lesz egyszer az is. Ami még ilyen fontosabb történés volt nálunk mostanában, az az, hogy leadtam Lili Ovis jelentkezését, és hát ez már csak azért is egy izgalmas dolog, hiszen ugye nem tudjuk, hogy meddig fogunk itt lakni, mikor fogunk találni egy lakást vagy egy házat, és mikor fogunk elköltözni. Én igazából azt szerettem volna, hogy amire Lili elkezdi az óvodát, addigra már ne legyünk itt, hogy ne az legyen, hogy elkezdi itt az óvodát, aztán 2 hónap múlva elköltözünk, és utána meg egy másik óvodába megy. De ezt a dolgot már elengedtem, mert hogy tényleg nem tudok mit csinálni. Aztán az is lehet, hogy nyáron találunk egy lakást, és szeptemberben már ott kezdheti az óvodát, ahol lakni fogunk. Nem tudom, bár így lenne, de erre egyre kevesebb esélyt látok, megmondom őszintén. Én azt hiszem, hogy nem variálom tovább ezt a szemsminket, mert minek. A szempilláimra ezt a Kiko Extra Sculpt szempillaspirált viszem fel. Aki követi Kathleen Lights-ot, az valószínűleg tudja, hogy neki ez a kedvenc, vagy az egyik kedvenc szempillaspirálja. És amikor pár hete rendeltem néhány dolgot a Kiko webshopból, akkor így utolsó pillanatban jutott eszembe, hogy hát basszus, megrendelem ezt a szempillaspirált is, ha már Kathleen Lights ennyit áradozott róla, és egyelőre még vegyesek az érzéseim ezzel a szempillaspirállal kapcsolatban. Még tesztelgetnem kell ahhoz, hogy meg tudjam mondani nektek, hogy szeretem-e vagy sem. És sikerült összekenni a szemhéjamat. Igen. Már majdnem azt mondtam, hogy készen van a sminkem, amikor rájöttem, hogy a számon nincsen még semmi. Ezt a gyönyörűséges Guerlain rúst fogom használni, aminek a tokjába vele van gravírozva a nevem. Erről láthattatok egy vlogot. Nagyon-nagyon szép ez a rúzs. Úristen, annyira az én színem, hogy el sem tudom nektek mondani, hogy mennyire én vagyok.
mondjuk így felkenve egy kicsit rózsaszínesebb, mint amire én gondoltam. Úristen, de szép! És annyira jó textúrája van. Gyönyörű! Imádom. És akkor lezárásként jöjjön egy kis Avon Mark sminkfixáló spray. Ezt láthattátok a Krémánia legnépszerűbb sminkjei videóban is, és nagyon-nagyon tetszik nekem ez a sminkfixáló. Na, hát ennyi lettem volna mára, ez most tényleg csak egy ilyen random beszélgető smink videó volt. Írjátok meg kommentben egyrészt, hogyha van tapasztalatotok panellakással kapcsolatban, másrészt pedig, hogyha ódaváltással kapcsolatban, mert hogy ez a két téma foglalkoztat most engem leginkább, úgyhogy nagyon örülnék bármilyen tapasztalatnak ezekkel a témákkal kapcsolatban. Ennyi lett volna ez a mai videó, hogyha tetszett, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!